Maestro Luca. Ajaj, Foxy, szegény Lupónak kilazult egy kereke. Fülig szerelmes vagyok. Nekem kell ez a motor. Egy évig minden nap kipucolom a cipőjét, hogyha megengedi, hogy menjek vele egy kör. Ott van! Meg akarom érinteni! És ingyen is hozzájuthat egy ilyenhez. Hogyan? Csak be kell nevezni a modern művészetek versenyére ma a faluban. A győztes kap egy motort. Hiszen én nagyszerűen festek. Gyertek, fiúk! Lassan a testtel, Lupó. Én magam is nagyszerűen világot. Igen, és én is. Akkor gyerünk, Maestro Fixi! Na hát, jó kis barátok! Ez nehezebb, mint gondoltam. Vajon Pixinek és Foxinak hogy megy a festés? Szegény Michelangelo megbukkadna az irigységtől, hogyha meglátná a vigorlásomat. Nem, madám! Nem is beszélve az én csodálatos kis pánról. Ó, azt hiszem, hogy ki kell egyenlítenem az esélyeket egy kicsit. Michelangelo szelleme most biztosan nevet egy jót. Nem hittem, hogy egy szellem nyitotta meg a csapot. Nézd csak meg ezeket, Pixi! Ezek itt szerintem Lupó lárnyomai. Figyelj ide, támadt egy ötletem, amitől Lupónak biztosan elszáll az agya! Ó, oh, Lupó barátom, te igazi zseni! Egy olyan fiatal művésznek, mint Lupó, a háttérre van szüksége! Most aztán tényleg elragadtatta magát a barátunk, nem? Hát ez itt a modern művészet versenyreklámja. Őszintén remélem, hogy ez a repülő a parkba megy. Segítség! Fogjatok meg! Jó, majd kicsit a felnegyedbe jár. Hiszen ez rettenetes. Sehol semmi eredeti alkotás. Nincs bennük semmi tűz. Hol vannak ilyenkor az ihletett alkotó művészek? Cselekményfestmény! Melyiküknek köszönhető ez a csodálatos művelek? Közös munka volt, művész úr. Ebben az esetben közösen nyerték meg az első díjat. Ha ez a művész megvenne tőlünk még egy festményt, akkor talán vehetnénk egy sportkocsit is. Ezt gyorsan felejtsd el, Lupó, én ezennel abba hagytam a festést. Valami beszédtelenebb dolgot fogunk csinálni. Igen, mondjuk például tűznelést vagy kézdobálást.
fiúk mindenben sokkal jobbak vagyunk a lányoknál. Na, ne mondjátok, akkor most ti bújjatok el előlem. Akartok fogadni, hogy gyorsan és könnyen megtalállak titeket? Ajánljuk így! Mert hatra haza akarunk érni, hogy megnézhessük a tévében a szörnyű szörnyeteget. Szörnyű szörnyeteget? Az egy ijesztő ostoba film. Kit érdekel? Hiszen te gyáva vagy. Persze, mert minden lány gyáva. De én nem vagyok az. Csak akkor hisszük el, ha megnézed velünk a szörnyű szörnyetegeket. Na jó. Megnézem veletek, de csak akkor, ha hatig nem találok meg, oké? Okay? Jó, áll az alkú. Kezdhetjük számolni, félős lány. Egy, kettő, gyere, vágjuk bele, három. Vajon hová bújhattak el? Hogy már megint nyitva van ez az ajtó? Na jól van, így most már biztos, hogy zárva lesz, amíg én akarom. Lili, megyek és leülök egy kicsit aludni. Légy szíves, ne csapj túlságosan nagy zajt. Jól van, Nagyi. Pixi, Foxi, 6 óra van. Jaj, 6 óra. Kezdődik a szörnyű szörnyeteget. Na jó, ha ti nem meritek megnézni a szörnyű szörnyeteket, akkor majd én. Akkor majd megnézem egyedül. Sziasztok! Ezeknek a fiúknak csak a szájuk nagy, nem olyan bátrak ám tappancs. Ezért bizony bosszút kell állni. Persze, csak előbb ki kéne jutnunk ebből a szobából. Persze, ott az ablak. Igazad van. Itt kijutunk. Csak le kell másznunk egy kötélen. Már meg is találtam. Még jó, hogy a Nagyi ennyire szeret sálat kötni. Foxy, hagyd abba a budáskodást. Inkább gyere és segíts nekem. Hé! Várjunk csak. Már tudom, hogy hogy adjuk ezt vissza a Lupininek. Gyávák, ezt meg ki mondta? A lányok magányok!